Tisza-Eszlár központi kereszteződéséből ágazik el az Arany János és a Rákóczi Ferenc utca. Előbbi csak nem 350, utóbbi több mint 600 méteren kapott új burkolatot. A település önkormányzata tavaly adott be pályázatot a felújításra, amely már régóta váratott magára, mondta el Vajda László, a település polgármestere. Nagyon rossz minőségű volt, és a településünk úgy döntött, hogy ha lehet, ez mindenféleképpen elsőbséget fog élvezni. Keskeny is volt, tehát nem, két autó nem fért el egymás mellett, ezt a problémát megszüntettük, patkáztuk, és ahogy beszámolomban is mondtam, úgyhogy még a járdákat mindent hozzá fogunk emelni, igazítani. A két útszakasz felújítása Európai Uniós forrásból valósult meg. Az átadás ráadásul némiképp történelmi jelentőséggel is bír. Ez az első TOP pluszból megvalósult beruházás a vármegyében. Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke azt mondta, a jövőben komoly szerepet kaphatnak ebben a konstrukcióban a településen belüli korszerűsítések. A TOP-ban nem volt belterületi útra fejlesztés, 4-5 számjegyű utakra volt, sok lehetőség volt ebben, sok önkormányzat élte ezzel a lehetőséggel, viszont ez a bizonyíték rá, hogy a TOP pluszban immár belterületi útra is lehet fejleszteni, és arra is bizonyíték, hogy a TOP pluszban már működnek a források, ha bár az Európai Unió egy részét a forrásoknak, egy részét visszatartja, de elindult a TOP plusznak is a végrehajtása. Ez mindenféleképpen örvendetes, hiszen Tisza-Eszláron nagyon sok fejlesztési hiányosságunk volt, hátrányunk volt az elmúlt önkormányzati ciklusban, de az új polgármester, a képviselőtestület nagyon beleállt a fejlesztésekbe. Erre jó példa a nemrégiben épített új községháza, egy korszerű konyha kialakítása, de a Bashalom felé vezető külterületi útszakasz újraaszfaltozása is tavalyi beruházása a településnek. Vinai Győző a térség országgyűlési képviselője is Tisza-Eszlár elmúlt évekbeli fejlődését emelte ki. A belterületi utak elhanyagolt állapotban voltak, úgyhogy több forrásból, BMS pályázatból, tehát belügyminisztériumi hazai forrásból, Magyar Falu programból, és most egy uniós forrásból sikerült két belterületi útszakaszt megújítani, újra aszfaltozni. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy a település megtartó erejét is erősíti. Emellett óvoda, iskola, polgármesteri hivatal felújítása volt, egy konyhát adtunk át, tehát sok minden történt az elmúlt 4 évben, ez is mutatja, hogyha van egy ambiciózus polgármester és egy jó csapat mögötte összefogva a képviselővel, akkor egy jó pályára tud állni a település. A beruházást Kocsis Máté jelenlétében adták át. A Fidesz frakció vezetője elmondta, komoly törekvése a kormánynak, hogy pótolja az elmúlt 30 évben elmaradt fejlesztéseket vidéken, visszafordítva ezzel a kis települések előregedését és elnéptelenedését. Meg kell találni azt a módot, ami visszavezeti az embereket a településekre, a kis településekre, a falvak világába, és meg kell találni azokat a módszereket, amik vonzóvá teszik a fiatalok számára is, hogy ezek igenis élhető, sőt sok esetben a minőségi életre igazán teret adó települések, ezért ezeket fejleszteni kell, hogy itt lehessen gyermeket vállalni, gyermeket nevelni, boldogulni, munkahelyet találni, és hát igen, ennek része az infrastruktúra is, tehát igaz, hogy ma ez egy útátadó, de tulajdonképpen annak a legjobb szimbóluma, hogy a magyar kormány nem mondott le a magyar kis településekről, a falvakról, hanem igenis még a legnehezebb háborús időkben, brüsszeli szankciók kellős közepén is még arra törekszünk, hogy jusson forrás ezekre a beruházásokra. Az átadó ünnepségen elhangzott Tisza-Eszláron kedvező hatásai voltak az elmúlt évek fejlesztéseinek. Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megteremtése mellett a lakásvásárlások és a gyermekvállalások száma is növekedésnek indult a településen.